Szia mindenkinek, van egy meglepetés vendégem. Szóval, aki nem ismeri, ő Andi, az Inside My Head vlognak a vloggerinája. Jó barinők vagyunk, és kétszer már csináltunk közös videókat. Most is lesz. Ez a videó duológia, legyen mondjuk a fanfiction percek, amiben a Harry Potter iránt érzett különböző érzéseinket fogjuk kibeszélni. Vicces, mert Andi is, meg én is újraolvassuk a sorozatot, Andi egy sokkal jobb ütemben halad vele, mint én. Én évente egy könyvet olvasok elő, meg azért az elmúlt 2 hónapban olvasott el 4 könyvet. 3-at. 3 és felett. Mindketten a 4. rész környékén vagyunk éppen, tehát én már befejeztem, te meg akkor ugye felénél lehetsz. Így. Úgyhogy ebben a videóban a kedvenc, vagy éppenséggel nagyon nem kedvenc párosainkat fogjuk kibeszélni. Ebben a videóban lehet, hogy most egy kicsit néha erősebben fogalmazunk meg egy-két dolgot, mert elég erőteljesek a nosztalgikus és nem nosztalgikus érzéseink a sorozattal kapcsolatban és a párokkal kapcsolatban, de légy színe, vegyétek ezt bántásnak részletekről, hogyha van olyan dolog, amit mondunk, és ti nem értetek vele egyet, ez abszolút valid dolog, és van ilyen. Nagyon sok olyan dologról fogunk most beszélni, amik eleve kanon vagy nem kanoni dolgok, és eleve, hogyha mondjuk olyan dologról beszélünk, ami nem a sorozatban létezik, azzal persze nem lehet egyet érteni, csak azra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem bántásként csináljuk ezt most, hanem abszolút csak a saját kis érzelmi világunk fog egy kicsit felszínre törni ebbe a videóban. Első páros, akiről szeretnénk beszélni, az nem más, mint akivel a főszereplő végül összejött. Ja, spoiler az egész sorozatra, jó? Lépjünk tovább ezen. Az Harry és Ginny. Én gyűlölöm ezt a párost. Én azt írtam fel, hogy nem rossz. Ami nem túl kedves, nyilván. Nekem itt alapvetően az volt az egész, hogy ha összehozzuk Harry Ginny-vel, akkor nem igazán értem a csóbetétet a történetben, illetve a Ginny-Dean párost. Persze vehetjük onnan, hogy Ginny nem várhatta örökké Harryt, de nekem az annyira ilyen random volt, hogy oké, most sír, most szétmentek Dinnel, akkor Harry felvátorod, hogy akár mi is összejöhetünk, és kb. 3 hónapon belül, vagy nem tudom mennyi volt ott az idő, így hirtelen mégis összejöttek, aztán ugye mégse jöttek össze, szóval, hogy így kimondhatjuk, hogy a Harry-Ginny is egy olyan pár kapcsolat, ami nem igazán volt megalapozva, azon kívül, hogy Ginny rajongott Harryért. Harry egy ponton rájött, hogy Ginnynek szép a bőre, ugye? Vagy nem tudom, hogy a könyvben hogy volt, mert ugye a könyveket még nem olvastam azt a részt, de ugye a filmben ez hangzik el, és akkor utána elcsattanik egy csók, rájönnek, hogy mindketten szeretik egymást, mégse lehetnek együtt, mert hogy ne veszélyeztessük Ginnyt, oszt vége. Tehát, hogy semmilyen megalapozottsága nincs, nekem ezért volt egy kicsit ilyen nagyon esetlen az egész. Nekem a Harry Ginnyből borzalmasan érződik az, hogy az írói szándék az volt, hogy jelenjen meg ugyanaz a páros, mint egy generációval följebb. Tehát az, hogy Ginny ennyire hasonlít Lilyre, az egyrészt Harrynek is vágybeteljesítő, mert lényegében megkapja az anyját újra, csak máshogy, ami nagyon fura ilyen kontextusban. Másrészt Ginny részéről is eléggé gáz, szerintem, mert ő ugye bele van szeretve ebbe a nagy hős alakba, aki egy nagy celeb lényegében ebbe a világba, és már kiskora óta szeret, és egy ilyen wishful filmet az egész, hogy végül összeértek, és nekem ez baromi kényelmetlen mindkét oldalról is. Ha már abból a kupacból kellett volna választani, akkor én Harryt Lunával sippeltem, de marhára. Filmekben Luna így a biztos pont, akihez Harry valahogy mindig visszakonvergál, hogyha gyászt kell feldolgozni, meg hogyha problémái vannak, még Lumstruknak a bájára is őt hívja el, gondolkodás nélkül, és nekem ez így marhára bejön. Ráadásul Luna is egy érzékeny alak, és egy kicsit fura, amit Harry értékelni tudott volna, és így nem tudom, nekem annak sokkal több értelme vannak, mint a Harry bármi párosnak. A Harry Luna nekem azért lett volna fura, mert Luna fura, de Harry nem annyira fura. Meg igazából az, hogy a Lumstruck bájára őt hívta el, az nekem inkább arról szólt, nem volt mást elhívni. Akkor már a Harry Hermione-nak több értelmét látom. Sokkal megalapozottabb. Nekem úgy néz ki, hogy ez a mániám. Tehát, hogy a Harry Hermione közti kapcsolat sokszor sokkal bensőségesebb volt, mint a Ron Hermione kapcsolat ever a 7 könyv alatt. Tehát, hogy több olyan beszélgetések is voltak köztük, meg így valahogy jobban
bíztak egymásban kicsit, mint néha a Ron nekem. De fölírtam magamnak, hogy ha a Harry Hermione-vel jött volna össze, akkor mi lett volna Ronnal? De igazából mindegy, mert ennyi előbb Ron összejöhetett volna utána hasonló karakterekkel, mint a Lavenderben. Nyilván ugye azért nem jöttek közelebb, mert ugye Hermione be volt irányolva a Ronra, csak nem értjük miért. Nekem erről úgy három tök ellentmondásos véleményem van. Az egyik az, hogy én a Harry Hermione barátságot baromira értékelem. Nagyon ritkán látunk könyvekben olyat, hogy egy fiú, egy lányan így teljesen plátói barátságban van, és szeretik egymást, és ez így van jól. És nekem is sokkal jobban működik a Harry Hermione barátság, mint a Harry Ron, vagy a Ron Hermione. Úgy Ron az egy ilyen kicsit fura nekem, de én gyűlölöm Ron, szóval nem én vagyok ebben a véleményvezér, úgymond. Azt hiszem, a negyedik könyvben van egy olyan pillanat, amikor ugye Harry meg Ron szétmennek, mert Ron behisztizik. És akkor Harry tesz egy olyan kommentet, hogy ő nagyon szereti Hermione-t, meg minden, csak egy kicsit uncsi. És erről is olvastam rengeteg cikket, hogy Harrynek kell egy minimális humor az életében, amit Hermione nem biztos, hogy meg tudna adni. Mert ha jól emlékszem, akkor Ginny Buell is azért kezd el később kavarni, mert ő egy nagyon vicces lány. És éppen ezért látom, hogy végül miért nem jöttek össze, meg hogyha nekem az a páros miért nem működne, mert hogyha Harrynek kell az, hogy valaki humoros legyen, akkor nyilván nem Hermione-vel fog járni, mert Hermione nem a legviccesebb lány a Földön ever. Nagyon sok jó kvalitása van, de a humor nem tartozik közéje. Harmadik pont, elvileg Rowling annak szánta, hogy Harry és Hermione össze fog jönni, én ezt nem látom a könyvekben. Nagyon jó barátok, és szépen egyedül lettek hagyva a hetedik könyv végén, pont. Jó, olyan tényleg van, hogy van két ember, és nincs kémia. Volt ilyenem, tök jóba voltunk, szerintem már mindenki azt várt, hogy egyszer összejönk, és nem, mert nem volt ott. És ezt amúgy el is tudom fogadni Harry Hermione-nál, csak akkor a Ron Hermione vonal lehetett volna valahogy úgy jobban közelítve, vagy nem tudom, tehát hogy... De akkor ennyire beszéltünk mindegyiknél arról, hogy nem erről szóltak ezek a könyvek, teljesen nem. Rendben van, csak akkor meg inkább hagytuk volna ki az egészet, vagy nem tudom, tehát, hogy... Amúgy igen. Akkor ennyire lehetett volna az, hogy áll a három barát a 19 év múlva a csodás fejezetben, és mindenkinek van valami tök random párja, és nézik, ahogy a gyerekeik elmennek a Roxodba, és csá. És azt szerintem én sokkal előbb így jobb szájízzel elfogadtam volna, mint hogy a, hát jó, akkor a Harryt osztarakjuk a Ginnyvel, jó lesz az úgy, jó Ron Harry, jó lesz az úgy, tehát egy kicsit olyan... Belterjes. Igen, meg olyan túl... Nem egyértelmű, hanem olyan, mintha nem lett volna jobb ötlet című megoldás. Annyira nem reális, hogy gimnáziumba összejössz valakivel, és utána vele éled le az életedet, az így nekem nem működik. Egy kicsit azt sugallja, hogy elmegy a varázsló a Roxfordba, és Roxford után nincs élet. Igen. Tehát, hogy ott megismered, akit meg lehet, és onnantól kezdve kész, így be van zárva a világ, pedig ez így nem túl valószínű. Ez nincsen varázsegyetem. Tehát azt akartam még hozzátenni, hogy megemlítettük a Rowling féle, utólag kinyilatkozom, hogy egyébként ezt és ezt akartam, ez tök jó lenne, ha nem csinálná. Tehát, hogy megjelentek a könyvek, és akkor azokat így hagyjuk szépen békén, de ezt egy utólag azt mondja az író, hogy hoppá, elrontottam, mert inkább ezt kellett volna megírni, ez így olyan kicsit erőtlenné teszi a sorozatot meg, hogy akkor így most jó, ez tök jó, de akkor legalább tartottam volna meg magának. Ron Hermione-vel alapban is vannak problémák. Én hátrányból indulok ezzel a shippel azért, mert gyűlölöm Ron teljes szívemből. Viszont szerintem Ron nem tiszteli Hermione-t, és nem veszi komolyan Hermione-t. Ami két olyan dolog, ami Harryben megvan, tehát sokkal jobban működik nekem ebből emiatt a Harry Hermione barátság, mint a Ron Hermione, mert a Ron az egy jó érzékeny, meg mágus virágban otthon mozgó, de egy humorherold, és ennyi. És tudom, hogy most elsősorban a filmes Ron van a fejemben, de a könyves Ron is kifejezetten bunkó. Tehát amikor elkezdi Hermione ezt a majom mizériát, akkor mindenki kiröhögi őt, és Ron a leghangosabban, miközben ez egy tök pozitív dolog. Sokkal inkább el tudom képzelni azt amúgy, hogy Hermione lesz a mágiaügyi miniszter, mert neki vannak ambíciói, ő az, aki tesz dolgokért, és én ebben az életben nem látom Ront. Sehol. Ron, ez lehetne ez a tipikus 21. századi céltalan fiatal, akinek egy ötlete nincs a világról.
Ez a, valami nagyot akar csinálni, de nem tudja, hogy mi az a nagy. Amit egyébként mondtál, az érdekes, hogy amikor elindítja a majmot a Hermione, akkor őt egyáltalán nem veszik komolyan, pedig úgy várná az ember, hogy valamilyen minimális támogatást mutasson, mint egy barát. Tehát, hogyha én valakivel ennyire jóban vagyok, akkor nem merem ennyire arcon röhögni, mert utána valószínűleg már nem lennénk jobban, tehát, hogy így ez nem túl a legjobb. Pozitívabb vizekre elvezvén, Draco Harry. Nos, nekem a Draco Harry közel van a tökéletességhez, de nem. Nem az igazi még, de nagyon haladunk a felé. Ez a két karakter csak azért utálja egymást, mert Rowling úgy döntött, hogy ti utálni fogjátok egymást. És tény, hogy Draco nagyon rossz hátszéllel indul, de számomra Draconak borzalmasan hiányzott az életéből egy olyan figura, mint Harry. Mert sokkal hamarabb bejöhetett volna nála az a pozitív hatás, ami a hetedik könyvbe bejött nála, és lehet, hogy ha már korábban barátok, akkor még így is elmegy hatodik kötetben így halálfaloskodni, tehát még azt is el tudom képzelni dolgokra, de akkor lehet, hogy kapott volna Redemption árkot, amit így nem kapott, mert Rowling úgy döntött, hogy Drákonak erre nincsen szüksége. Az ő képzeletbeli barátságukat sokkal jobban értékelem, mint a sípet, de a síp ellen se zárkózok el. A Draco Harry vonalom inkább az ott az ijesztő, hogy ugye a Draco mellé berakták a Cracket meg a Monstrót, akik... Kate Dudley. Igen, és ugye a Draco hogy fejlődött volna bármit egy olyan környezetben, amiben ő bele volt rakva, de tény és való, hogyha ezt egy kicsit megbuherálod, akkor ebből lehetett volna más is, de sajnos, vagy nem sajnos, azért a Dracóban eléggé hülye berögződések vannak, és például a Draco-Hermione páros, amiről majd fogunk beszélni mindjárt. Nem sokára. Az egy olyan páros, ahol nekem például az egyik ilyen ellenérvem amellett, hogy ez miért nem tudott volna igazából működni, vagy mégis tudott volna működni. 2 hours later. Jó, menjünk tovább. Nekem a Draco-Hermione a második legkedvencebb shipem az egész szériában ever. Egyrészt azért, mert már említettem, hogy szerintem Hermione-t mindenki hollóhátasnak kasztolja, lófaszt. Hermione olyan mardekáros tulajdonságokat testesít meg, mint a szemcsék. Tehát ambiciózus, meg is csinálja a dolgokat, össze is tart a barátaival, és ezek mind-mind olyan mardekáros tulajdonságok, amit szerintem Draco értékelni tudott volna, hogyha túllát azon, hogy Hermione sárvérő. Meg ha túllát azon, hogy Streber. Mind a ketten okosok, csak Hermione Streber. És a Strebert nem bírják, tehát, hogy... Na, a Draco Hermione vonalon az izgalmas, én azon kezdtem el gondolkozni, hogyha lett volna ilyen bármi nemű próbálkozás, akkor az Dracóban egy tök jó belső konfliktus, hogy Hermione sárvérű, de mondjuk mégis vonzódik hozzá. Hú, és akkor abból már nagyon jó fele el lehet menni egyébként, ez amikor úgy akarsz is tőle valamit, de valami visszatart, akkor esetleg ő is így elgondolkozik. Tehát, hogy olyan érdekes belső konfliktusokat írtak meg nagyon sok fanfictionben az igen, emberek. Igen. És szerintem a Draco Hermione volt a legelterjedtebb és legnépszerűbb fanfiction, szóval igen, én is nem okkal egyet olvastam. Volt egy olyan színű netes jelenléte ennek az egész Draco Hermione vonalnak, hogy az jóval megalapozottabb lett utána az emberek fejébe is, tehát szerintem nem is véletlen, igen, hogy így nekünk is ez egy kicsit így jobban be van ivódva, mint egy ilyen optional, lehetséges páros, mert olyan jelenlét volt a neten, amikor ezek a részek jöttek. Legalábbis én emlékszem arra, hogy próbáltam rákeresni, mi volt ez a Harry Potter fanfictionos oldal? Ilyen sárga volt, igen az. És akkor ott be tudtad állítani, hogy melyik szereplőről akarsz olvasni, és hát Dunát lehetett rekeszteni a Draco Hermione-vel. Igen, igen, igen. Én is a fanfictionokban fedeztem fel ennek a párosnak a létezését, és elsőre nem értettem, hogy miért, tehát mindkettő utált a másikat, aztán így felfedeztem a fanfictionokon keresztül, hogy milyen fantasztikus kémia van ezek között, a karakterek között, meg igazából Draco borzalmasan ki tudta volna használni azt, hogy Hermione egy érzékeny ember. És ő szerintem, hogyha túllépnek azon, hogy a másik problémás, akkor baromi sokat segítettek volna a másiknak azon, hogy Hermione egy kicsit lenyugodjon, és ne legyen ennyire patogós, meg strébel, és hogy Draco is megvilágosodjon arról, hogy van élet a tiszta véren túl is. A Draco Hermione szerintem működött volna, hogyha nincsen alapból Draco úgy beállítva, mint a nagy ellenség. Vagy hogyha 10 évvel később íródik meg a Harry Potter, ahol már teljesen normális, hogy egy rossz fiú összejön egy jó lányjal, ami itt még annyira nem volt trend. Tehát az azt hiszem a Twilight után jött be.
Nem tudom, de még az is kellene hozzá, hogy ne legyen ennyire ilyen clear-cut, hogy a Mardekára a rossz ház. Igen. Amit néha próbál hangsúlyozni, amúgy szerintem Rowling itt ott, hogy amúgy a Mardekár nem csak arról szól, hogy oda járnak a halálfalók, de igazából nem tudunk ezen túllépni, és ezért sem lehettek ilyenek, hogy most a Draco meg a Harryék mondjuk jóba lesznek, vagy egyáltalán csak így ember számba vegyék egymást. Jó, persze ez az is kellett volna, hogy Draco ne legyen mindig körény, de... ja... Igen. Pun intended. Kicsit eltértünk a tárgytól. Mit írtunk még fel? Lupin Tonks. Meg Harry Cho. Már megemlítettem, hogy nekem a Harry Cho egy picit mindig ilyen erőtlen volt. Most, hogy újraolvastam az 1-2-3-at, ugye a 3-ba kerül először Cho, azt hiszem, Harry elé, mert hogy ő is ugye játszik Quidditch-es, és akkor így Harry rácsodálkozik, hogy milyen szép lány. És ezen túl semmit nem tudunk egyébként Cho Changről, meg azt, hogy ugye nagy nehezen ráveszi magát, hogy elhívja a bába, akkor Cho elmegy a bába Cedrickkel, aztán Cedric meghal, spoilers, és akkor ugye az ötödikben van egy randiuk, amikor Cho sír, miközben csókoloznak, és így end of story. Egyébként sok negatív kommentet fogunk adni nekem, most már van egy ilyen érzés. Igen, ez semmi, ez nekünk semmi nem jó. Nem. Na mindegy, szóval nézhetem onnan, hogy a Cho meg a Harry, az egy ilyen tipikus, első, erőtlen, tetszik, de nem tudok mit csinálni vele, azt sem tudom, hogy miért tetszik, csak rá vagyok így állva, tehát ez amikor elindulnak a tinédzser hormonok, jó, meg tudom minden nézni az egészet, meg próbálkoznak, nem jött össze, nem ment tovább, nekem is volt olyan, hogy most úgy néz ki, ez ilyen másik ilyen visszaemlékezés, hogy randiztam egy sráccal talán kétszer, nem történt köztünk még egy csók se csattant el semmi, de úgy benne volt a levegőben, hogy ez nem csak ilyen sima fiú-lány barátkozik típusú történet, de valahogy mégsem ment tovább az egész. Szóval nézhetem minden, hogy ők is így próbálkoztak, azt nem jött össze, de közben meg annyira ilyen idealizált volt a Cho az egész könyvbe, meg a filmbe is utána, hogy így jó, akkor tegyük ezt egy ilyen gyermekkori próbálkozásba, de akkor már még az is jobb lett volna, ha ezt végviszi a Rowling, és akkor ne adj Isten, Cho meg Harry szenved még a 6-7 köteten át, és akkor mondjuk vele jön össze, mert akkor még úgy van valami előzményünk, de hát a Ginny-vel megmenti az életét az az előzmény. Szeretném felhívni a figyelmet egy figyelmen kívül hagyott párosra, ami a harmadik kötetben kezdődik, és a negyedikben csúcsosodik ki, ami... Elvesztettem Andrát. Gondoltam, átadom a terepet. Ami nem más, mint a Harry Cedric. Kifejtem. Amikor Harry Cedricről kommentál, akkor mindig csak pozitív dolgokat mond, viszont ilyen nem én ettől elhatárolódok. Hangvétele például. Ez a csávó annyira jóképű. Fúj, annyira népszerű. Olyan Quidditch játék, úristen, hogy lehet ilyen fahéj illatú az izzadsága, komolyan mondom. Nekem ez egyértelműen crushod van, és nem vagy hajlandó magadnak elismerni. És ezután, amikor történik a negyedik kötetben az, hogy meghal Cedric, akkor ez kicsúcsosodik egy drámai pontban, hogy még fel se fogta, hogy szerelmes, de már elvesztette, és akkor az első haláleset, ami igazából megrázza, nem az, hogy meghaltak a szüleim, mert akkor még túl kicsi volt, vagy nem az, hogy véletlenül megölte mógus professzort, mert arról nem beszélünk. Tényleg. De az, hogy Cedricet elvesztette, az neki fáj, és attól már tesztrálokat lát. Kommentekben várom, hogy miért nincs igazán fight me. Amúgy ezen én is gondolkoztam egy ponton, hogy miért pont a Cedric halála után rátja a tesztrálokat, mert előtte nem látta, és könyörgöm, mert meghaltak előtte emberek, tehát hogy így, igen. A szerelem talán egy kicsit erős. Jó, de crasholni biztos crasholni. Azzal tudok azonosulni, hogy van olyan az életben, amikor találkozol valakivel, akiben tényleg egy kicsit talán egy ilyen jövőbeli énképet látsz, hogy fú, de jó lenne, ha én is ilyen lennék, és lehet, hogy a Harry egy kicsit azt élte meg a Cedrickkel, vagy azt élhette meg, hogy ugye a Cedric már hetedéves volt erre. Igen. És hogy ugye mennyivel többet tud, meg mennyivel előbbre van az életében, és akkor lehet, hogy ez egy kicsit így a saját egójára nézve volt nehéz, ugye, hogy ő csak Harry Potter, mert ugye ő csak, ugye mindig azért a Harrybe az így benne volt, hogy ugye ő tett valamit, amiben nem, semmi nagy dolog nincs, és az emberek azért tisztelik, ami nem az ő erőssége, hanem az véletlenül megtörtént vele, ugye, és ezzel amúgy ő tisztában van, és azért a tanulmányai során mindig előjön, hogy azért ő nem színötös, de azért nem egy buta gyerek. De amikor belekerül ebbe a szituáció, vagy hirtelen trimágus bajnok, és ott van mellette a hetedéves Cedric, aki azért már jóval előbbre van, meg több mindent letett, meg helyesebb is, hát most ez van, akkor azt úgy be tudja azért nyomorítani az ember, tehát hogy az tényleg egy ilyen valós dolog, hogy azért ott ilyen elég érdekes volt a kettőjük között néha az esetlen párbeszéd, ami lement a könyvbe.
Én sippelni nem tudom ezt az oldalt, de nem sok minden sippelek én ezek szerint a Harry Potterben. Nem baj az. Csak tudnám, hogy akkor én mit szerettem benne. Tudod, ez a... Hát ne, nem a sippeket kell szeretni. Nem minden sorozat azért van írva, hogy a sippeket szeressék benne. Na, de milyen jó lett volna, ebbe is jók lettek volna. Igen. Meg igazából azok is, amik bele vannak írva, tehát így vagy nem léteznek, vagy nincsen róluk információ, vagy ki vannak hagyva filmekből. Most így gondolok a Dumbledore Grindelwald párosra, amit nem néztem meg, a második Fantasztikus Állatok és Johnny Depp című filmet, mert nem vagyok hajlandó megnézni azt, hogy az, amit én felépítettem a fejemben, azt a tragikus szerelmi vonalat kettőjük között, az nem létezik. És én nem akarom eltörni az álmaimat. Én láttam a filmet, de egyelőre még ugye nem sok minden derült ki erről a Particular kapcsolatról, mert ugye 6 film lesz összesen általában. Az nagyon sok. Igen, nagyon sok, de általában 6 film lesz, úgyhogy egyelőre ez még nagyon az eleje. Igazából még egyetlen két dinamika van, amit még szeretnénk kielemezni, illetve az egyik dinamikában így két irány, az pedig Remus Lupin karaktere, mert ő egyrészt van egy kanonpárosításba Nymphadora Tonks-szal. És... újabb megalapozatlan kapcsolat. Jó, oké, rendben. A Harry Potter kötetek nem arról szóltak, hogy elmeséljék, hogy Lupin és Tonks mit csináltak, amikor éppen Harry nem volt ott. De hogy két ilyen embert összehozni, akik így ennyire nem... közök nincs egymáshoz. Korkülönbség is nagy köztük. Vagy velem van a baj, vagy én nem tudom. Tehát, nem hogy... veled van a baj, nekem én se értettem azt a páros. Egy kicsit megint olyan volt, mintha őket gyorsan összerakták azért, és bocs, hogy ezt így most mondom, akinek sajnálom, de hogy összerakták őket, hogy legyen egy gyerek, akinek a szülei meghalnak a nagy háborúba, és akkor utána azt a gyereket sajnáljuk, hogy neki a szülei meghaltak a nagy háborúba. Ez fáj! Mert kellett egy ilyen közeli, úgymond dráma. Mert ha most csak azt veszed elő, hogy ott van egy random gyerek a pályaudvaron, akinek a szülei meghaltak a nagy voldemorti háborúba, nem fog minket annyira megérinteni, mint hogyha belegondolunk, hogy igen, szegény Lupin és Tonks is egyszerre haltak meg, és a filmen még össze is ért a kezük, miközben ott feküdtek holtát, ki bírja ezt senki? Ebben bele se gondoltam eddig, mert én annyira nem szeretem ezt a páros, hogy hajlamos vagyok megfeledkezni a létezéséről, és sosem gondolom túl, és én ezzel most szembesültem, és most fájok. De egyáltalán erre a párosra azért volt szükség, mert a Remus és Sirius között az egész internet egyetért van azzal. És ez a másik legnépszerűbb párosítás Draco és Hermione után, hogy Remus és Sirius együtt voltak valamikor, bármikor. Az, hogy mikor, arról mindenki vitatkozik, szerintem diákképükben is. Egyrészt azért, mert Sirius egy marha jó képű csávó volt, és látványosan nem érdekelték a nők a visszaemlékezésekben. Kettő sosem beszélt semmiféle nőről, ergo Siriusnak valószínűleg köze nincs a női nemhez. Jó, Sirius ezt kiírta a történetből Rowling, az egyik legindokolatlanabb halállal, amivel lehet, ez egy másik videó témája, mindegy. És Rowling rájött, hogy Remus Lupin a leginkább meleg karakternek megírt karakter az egész szériában. Tehát nincs olyan karakter, aki annyira melegnek tűnik, mint Remus Lupin. Dumbledore nem tűnik melegnek, nem az. Remus Lupin van egyértelműen queer kódolva. Van az, amit Rowling queernek szán, az a Dumbledore. Abból semmi nem látszik, azon kívül, hogy fancy ruhákat hord. Oké. Minden másban személyiségek, öltözködéstípus, kapcsolatépítés, elzárkózottság, a vérfarkas és az AIDS-nek a kapcsolata, amit bele lehet magyarázni. Minden arra utal, hogy Remust véletlenül Rowling queer-kódolta. És rájött, hogy hoppá, ez probléma, gyorsan adjunk neki egy nőt, hogy heteroszexuálisnak tűnjön. Azért nem értem egyébként. Lehet én. Csak nyugodtan. Nem értek semmit, majd nem ezt. Hogy Lupin Oké, a suliban ugye fiatal és vérfarkas, és ugye átszenvedi magát azon, hogy havonta eltűnik, és lehet, hogy nem ismer belemenni semmilyen párkapcsolatba pont ezért, mert hogyha az is egy ilyen plusz veszélyforrás, stb. Meg hát valószínűleg minden hónapban egyre csontvázabb mindig, meg rosszul néz ki, meg hát valószínűleg nem egy womanizer, na. De amikor ők kimennek a suliból, és utána ugye még az első Voldemort időszak van, meg harcolgatnak, akkor is volt már Phoenix rendje. Akkor is voltak ott mellettük olyan emberek, akikkel együtt harcoltak, és akik valószínűleg tudták, hogy ő vérfarkas. Akkor is összejöhetett volna valakivel. Tehát, hogy nem igazán értem, hogy miért múlik el majdnem nyomtalanul 36 év, vagy nem tudom mennyi, mire úgymond belekerül az első kapcsolatába egy tényleg jóval fiatalabb nővel, amiben nincs probléma, mert I'm all for the ages, de hogy így...
Tehát, hogy engem az sose zavart, csak akkor tényleg ez a képtelenség, hogy addig a szokásos nem felépített, semmi nincs felépítve, fekete macska. Ugye Siriusnál evidens nincsen csaja, mert Azkabánba rohadt 13 évig. De Lupin kim volt a világban. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha Rowling így otthagyta volna egy az egészet így tengni-lengni, és akkor így a legvégén oda nyúlt, hogy jó, hát akkor neked adunk egy csaj, Tonks lesz, az kész. Tehát, hogy... De csak azért, hogy megöljük. Na jó, hát ezt mondom. Lehet azon vitatkozni, lehet, hogy ez egy ifjúsági történet, hogy ifjúsági fantasy történet, és hogy teljesen máshol voltak a hangsúlyok, csak nem kellett volna szerintem sokkal nagyobb erőfeszítés, hogy ezek valahogy jobban kijöjjenek. És nem csak a párkapcsolati karakterekkel van probléma már, mint a fiú-lányokkal, hanem sokszor néha úgymond a baráti kapcsolatok is furcsák. Szia kicsi, mit szeretnél? Ő a Big Fitz. Big Fitz Andi. Andi Big Fitz. Szia. Hello. You? Aztán visszamegy aludni. Vagy kirakom a szobában. És most lesz full fehér a felső. Tehát igazából lehet, hogy ennek az egész videónak arról kellett volna szólnia, hogy azért gyengék talán ezek a párkapcsolati és baráti kapcsolati vonalak a Harry Potter sorozatban végig, mert egyszerűen nem volt arra idő vagy energia, hogy ezekkel foglalkozzon, nem erre fókuszált, ott volt ez az egész úristen, le kell győzni Voldemortot vonal, tehát hogy lehet, hogy ez a baj. És egyébként valószínűleg gyerekként ugye ezt nem látta az ember, de így felnőttként ez már egy kicsit jobban fáj. Tekintve, hogy gyerekeknek van írva, tehát elsősorban, tehát tényleg az első kötet az ilyen 11-12 éveseknek van írva, 11-12 éveseknek nem arról fogsz írni, hogy milyen románcba keveredik egy-két karakter. Ez teljesen normális, én ezzel egyet tudok érteni, de értékeltem volna, hogyha kapok némi többet is, de mivel nem kaptam, ezért itt van a fanfiction világ, ahol megkapok mindent, amire szükségem van. 11-12 volt az eleje. De aztán eljutottunk a 16-17-ig. És azért a 15-16-17 az már egy olyan irány, ahol az én a... Tehát én, hogy a Harry Potter volt az előszobája a Young Adult irodalomnak. De akkor én még mindig azt mondom, hogy akkor inkább hagytuk volna ezt egy kicsit jobban ki. Igen, tehát vagy fókuszáljunk rá jobban, vagy ne legyen benne semmi. Legalábbis ne ezek a 19 évvel később, ők meg ők jöttek össze. Igen. A Drakót is valami tök random nővel hozták össze, mert akkor ennyielővel a Drakót is valami mardekáros csajjal kellett volna összehozni. Ja, még azt kellett volna, hogy megkapja Pansy Parkinson, szegény, azt... szerencsétlen csávó. Na, azt már nem merte beleírni, tudod? Azt már nem merte kijátszani. Én arra emlékszem, amikor olvastam a Harry Pottert még a fiatal koromban, úgymond, akkor én Oliver Woodra voltam ráárva. És Cedric Diggory-ra. Senki ne kérdezze miért, mert én sem tudom. Fogtam és megkerestem azt az egy szereplőt, aki nem volt központi, de mégis ott volt, érdekes volt, és többet megtudtam volna róla, és ez volt Oliver. És én magamat szerintem belesippeltem, meg utána Piton. Előjöttek érzelmek, de ebből is látszik egyébként, hogy ez a széria azért még mindig eléggé fontos a számunkra, meg meghatározó volt különböző okok miatt a gyerekkorunkra, meg valószínűleg meghatározó még mindig a booktuber énünkkel így egyenértékkel, mert azért a Harry Potter az lehet, hogy nem a legjobb sorozat, meg lehet, hogy nem a legjobban struktúrált párkapcsolatokkal rendelkezik, de alapvetően mind a ketten úgy vagyunk bele, hogy ez egy ilyen kiinduló pont, az egy ilyen fix pont, az egy olyan pont, amikor mind a ketten elég durván elkezdtünk olvasni valószínűleg. Tehát, hogy nekünk ez nosztalgia most már tényleg ezzel, és igen. Hiába kritizáljuk, a vége mindig az, hogy szeretjük, mert már ott van ez a lenyomat a múltból. Ha most olvasnánk minden előzetes érzés és nosztalgia nélkül, még akkor is szeretnénk, mert akkor is nagyon sok mindenben zseniális ez a sorozat. Én ebben nem vagyok ennyire biztos, mert én ugye felnőtt fejjel próbáltam olvasni a Percy Jackson szériát, amit nagyon sokan így a Harry Potter utódjának tekintenek így addiktivitás, meg fandom szempontjából, de hogy én ezt a sorozatot nem tudom olvasni most, mert nekem már túl kevés és gyerekes az hozzájár. Érdekes pont, mert én is próbálkoztam a Percy Jacksonnal, már felnőtt fejjel, kettőkötetet olvastam, és nem fogott meg, de szerintem azért csak arra alapozni egy egész sorozatot, hogy a görög istenek velünk élnek, és átírjuk egy csomó mitológiai sztorit, nem mindig működik, vagy nem mindig tud úgy működni, tehát azért a Harry Pottert én mindig egy kicsit magasabb piedesztára emelem magamba. Nehéz velünk, hallod, most el arra kezdek rájönni. Semmit nem szeretünk. Szóval ezek a mi véleményeink a Harry Potter
kanon vagy nem kanon párosairól, mint végkövetkeztetésben, valóban végkövetkeztetésként meg tudjuk állapítani, hogy nem szeretünk semmit. Kommentben várom a ti gondolataitokat arról, hogy mi a kedvenc Harry Potter-es shipetek, és miért. És Andrea csatornáján is van egy közös videónk, ahol tovább boncolgatjuk így a Harry Potterrel kapcsolatos fanfiction percek életérzést. Lent lesz a leírásban, illetve az I betű, az azt hiszem még mindig ott van Andi feje fölött, oda kattintsatok és meg tudjátok nézni, iratkozzatok fel Andira, meg rám is, és köszi szépen, hogy végignéztetek, viszlát, legközelem. Sziasztok! Sziasztok!